Ezen a pulton jól látható, felkészültek a pécsi rendőrkapitányság munkatársai, ugyanis a tájékoztató anyagokon kívül többek között olyan szemüveg is volt, amelyet ha felvesz valaki, úgy lát vele, mintha bedrogozott volna. Ez pedig rettentő. A fiatalok a drogfogyasztás terén sok mindennel nincsenek tisztában, mondta Vitális Ágnes, a pécsi rendőrkapitányság megelőzési alosztály vezetője. A törvény, ugye a terjesztői magatartást nem csak azokkal hozza összefüggésbe, akik pénzért árusítanak drogot, hanem hogyha egy baráti összejövetelen, egy buliban valaki a barátjának átad egy füves cigit, vagy egy tablettát, akkor ő maga is terjesztővé válik attól függetlenül, hogy ezt nem ellenszolgáltatásért teszi. Tehát nagyon nagy veszélyei vannak ennek a tevékenységnek. Magyarországon egyébként a kábítószerekkel kapcsolatos mindenféle tevékenység tiltott, tehát illegális, nálunk zéró tolerancia van, és a fiatalok egy része ezzel nincsen tisztában. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Korábban Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz származékok voltak, mostanra jelentősen megnőtt a különböző szintetikus tudatmódosítószerek készítése és használata. Aminek az a nagy kockázata, hogy ezeknek az új szereknek a hatásmechanizmusa nem igazán ismert, hiszen nem tudják kipróbálni, tesztelni, és nagyon sok esetben lehet, hogy kipróbál valaki egy olyan új designer drogot, ami még nem szerepel a tiltólistán, viszont akár meg is halhat tőle. Tehát ennek akár végzetes következménye is lehetnek. És ez a legnagyobb problémánk, hogy folyamatosan újítja meg magát ez a piac, és nagyon nehéz kiszűrni közülük azokat, amik akár halálos következményeket is okozhatnak. Pécset ez volt az első alkalom, hogy a pécsi rendőrkapitányság, a Vöröskereszt és a polgárőrség közösen készült erre az alkalomra. Úgy gondolták, a kábítószer használatának egészségügyi és jogi vonulatai is vannak, közösen hatékonyabbak lehetnek a megelőzésben. Ez a program már a kábítószer ellenes világnap része volt, mely június 26-án lesz.